A KKC a hétvégén visszavágott a novemberi idegenbeli vereségért a Siklós együttesének. Az eredmény mondhatni nem ért a meglepetésként a Kalocsára érkező vendégeket, hiszen edzőjük szerint is két hasonló képességű csapat küzdött meg a győzelemért járó két pontért. Nem tudtunk teljes kerettel kiállni, de erre nem lehet hivatkozni. Azt gondolom, hogy az 50. percig pariba voltunk az ellenfelünkkel, elfáradtunk, ott nem volt minőségi cserek, itt be tudtunk hozni. Volt 2-3 ítélet szerencsére, nem csak nekünk, hanem a játékvezetők mind a két oldalra hülyeséget fújtak. Sajnos azt gondolom, ezek befolyásolnak mérkőzések, ennek gratulálok a Kalocsának, mert mai mérkőzésen ők voltak a jobbak. Az őszi nagyarányú vereségért, tehát egy nagyarányú 28-21-es győzelemmel vágtak vissza a Kolics játékosai. Tudtuk azt, hogy egy nagyon jól védekező, keményen védekező és átlövő erőben egy jó csapattal szembe kell megvívnunk a mai napot. Az első fél idő az a védekezésről szól, kevés gól volt, szoros eredménye. A második fél időt talán azzal tudtuk hozni, hogy védekezést váltottunk, kijöttünk vegyes védekezésre, emberfogásra, és hallatlanul jól védett a Zifi kapusunk, aki a második fél időbe bravúra halmozott. Egy másik, novemberi eredményért is sikerült revansot vennie a KKC-nek, ugyanis a lányok 34-26-ra diadalmaskodtak a Miklós KC felett. Ezzel a győzelemmel most már legrosszabb esetben is a második, harmadik csapatként elődöntőt fogunk játszani. A védekezésünk volt elsősorban jó, a cselező egy-egy elleni játékot nagyon szépen megállítottuk. A második fél időben a támadásaink is pontosak, fegyelmezettek voltak, teljesen megérdemeltünk ilyen nagy arányú győzelmet is aratva, úgy, hogy még a fiatalok is játék lehetőséget kaptak. A felnőtt csapatok mellett az ifik is eredményes hétvégét zártak, ők 25-23-as győzelemmel vonulhattak le a pályáról a Siklós elleni összecsapást követően.